Balázs már évek óta ebben a sportban találja meg önmagát, amiről büszkén beszélt találkozásunk során. 2015-ben kezdtem el itt a Maximum Fitnessbe dolgozni. Gyakorlatilag összekötöttem a hobbimat a munkámmal, és amikor egyszer úgy láttam, hogy talán már megérett a fizikumom arra, hogy egy ilyen versenyszintet elérjek, akkor kezdtem el először gondolkozni abba, hogy versenyzés. Én először az erőemelésbe kezdtem, ott egész jó eredményeket értem, és 2022-ben nyargaltam át a testépítésre, kedves feleségem unszolására, és igazából 2024-ben, azaz a most tavaszi szezonban voltak a legnagyobb sikereim, három versenyen indultam, a VABB-nak volt egy ilyen országos versenye, ott sikerült profi státuszt is szereznem, ez azt jelenti, hogy a VABB szövetségnél én most már csak a profik között versenyezhetek, illetve a HBPF szövetségnek volt egy magas pénzdíjas versenye, ez a Perfect Body, ott sikerült abszolút első helyet szereznem, majd pedig másnap a VBPF Európa bajnokságon szintén egy abszolút első helyet sikerült megkaparintani. Maga az edzés részét azt mindenképpen szeretni kell, és én nem is tudom elképzelni magam, tehát versenyzés nélkül is ugyanazt az edzés munkát szeretem elvégezni. A diét az egy másik kérdés, az szerintem sarkalatos, bár ebben a sportban igazából muszáj ott is 100%-ot teljesíteni, de ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy csak a versenyek közelettével szigorodik ez a diéta, és nyilván ahogy megyünk a versenyek felé, ott ugye szigorúbb lesz. Gyakorlatilag az, hogy mikor kell versenyezni, azt én így nem szoktam magamnak megfogalmazni, mindig amikor úgy érzem, hogy egy kicsit tudok jobbat vagy többet mutatni, mint mondjuk az előző szezonban, akkor ráveszem magam egy ilyen felkészülésre, és akkor egy 2-3 versenynek célzok, mondjuk egy ilyen tavaszi vagy egy őszi szezon keretein belül. Az idén már nem tervezi ugyan, hogy versenyezni fog, ugyanakkor jövőbeni tervei már vannak. Úgy gondolja, a pihenés hozzátartozik és elengedhetetlen része ennek a sportágnak. Viszont jövőre mindenképpen szeretnék megcélozni egy NPC profi versenyt, ez a testépítésnek, illetve a testépítő szövetségeknek a csúcsa, és ezzel még egy szintet ugrani, hogy hát, ha van még benne ennyi. Vannak testépítő növendékeim is, akik most össze fognak versenyezni, illetve még nekem az erőemelés az egy ugyanolyan szívügyem maradt, attól függetlenül, hogy már nem versenyzek benne, és erőemelésben is rengeteg emberem van, aki magyar bajnok, világbajnok, a mostani Cytec Muscle Beach-en ez egy ilyen szabadidős verseny, ott enyém volt a férfi, a női abszolút győztes, de egészen olyan embereket is foglalkoztatunk itt a Maximum Fitnessben, akik nincsenek versenyzési céljai, csak rekreációs vagy szabadidő eltöltés szempontjából járnak ide.